Sziasztok, én vagyok az, és ez itt a Proteus, akárhogy is kell ezt kiejteni. Nem tudom, ez a Humble Indie Bundle-be vettem meg a 8-ba, és azóta nem nagyon vettem elő, és gondoltam, ha már most úgyis unatkozom, előveszem, akkor vegyük már fel. Szóval most itt egy betűre lehet rá kattintani? Well... Oké. Kicsit érdekes indítási rendszer. De nem tudom, hogy milyen játék, értem, nem hallottam róla, nem tudom mi ez, nem tudom milyen stílusú. Tényleg nem tudom, most vettem elő először, szóval vicces lesz. Most nagyon kreál valamit. Kicsit félek, mi lesz ebből. A Proteus kezd szétesni. Úristen, betöltött. Na, mit kell csinálnom? Kinyitom a szemem, tengerpart, és az óceán közepén vagyok. Mi ez, Minecraft? Most ki lehet menni a partra, ott egy az ott, mi az a barnaság? Ez egy medve? Attól menekülni kell? Maci? Oké, ez nem egy medve valószínűleg, de most mit kell itt csinálni? Mi ennek a lényege? Ez komolyan mi, egy sírkő? Egy hatalmas szardarab? Él itt egyetlen valaki? Úristen, ez még rosszabb, mint a Minecraft, azt a... Szóval ez itt mi? Úristen, ez a fordulás, ez... Oké, well... ez mi volt ez? Hello? Nincs valami használ gomb? Na mindegy. Azt... De ez... most akkor ennek mi értelme van? Hello? Fehér fa, mi leveleket hullat, tiszta pixel az egész, de az nem baj, hogyha jó. Azt az ott mi, Mordor! Isten, ott még egy ilyen sírkő. Biztos ilyen húsvét szigeteki. Biztos ez ilyen húsvét szigeteki. Menjünk Mordorba, lehet futni? Nem. És mik ez a kis burpok? Itt burp. Cseresznyefa, fel lehet menni így a hegyre, vagy itt ez is olyan, mint a Skyrim, hogy így küzdeni kell, nem így simán felsétál a hegyre, jól van. Wow. Ide ki kéne jönni piknikezni, tök jó kilátás. Szóval mi ez, Mordor? Isengard. Elfelejtettem, hogy van magyarul. Ott van fenn Sauron szeme, biztos. Nem, ez egy semmi. Ez csak a hegy csúcsa. Lol. Ott egy másik. Csak az kisebb. Ez a jelző tűzrendszer. Most egyáltalán... Ez egy random zene? Ez nagyon jó. Várjunk! Ilyen zene. Olyan zene. Tehát itt a... Ahogy sétálok, úgy változik a zene. Ez mekkora király? Ugrani tudok? Nem. Itt ahogy sétálok, úgy változik a zene, komolyan, mintha itt sétálok az utcán, és akkor tök jó. Azok még. Azt a... Sötét harcosok. Nem tudom, tényleg. Itt van valami út. Ez lehet, hogy követni kéne, hát ha eljutok valahova igazából. Nem tudom, ami tényleg mi ennek a egésznek a lényege. De szóval nézzük meg a sötét harcosokat. Sziasztok! Szeleg úgy néz ki, mint valami kupak tanács. Ez itt úgy néz ki, mint aki ordibál ennek, de ez nem nagyon érdekli. Hol vannak már a fejlesztések? Jaj, hagyjál már békén. Ez meg itt, nézd már, megint veszekednek. Ez meg itt, süti. Ez meg, az meg, én hol vagyok? Megint ott egy Mordor. Hello, te mi vagy? Mi a halál vagy, te nyúl? Mit keres itt egy nyúl? Utolérlek, köcsög. Gyere. Te nagyot ugrasz, rohadjál meg. Nyúl? Gyere ide. Nyeljál, kurva enyed. Oké, hagylak inkább békébe. Ez így nem lesz meg soha. Jó, hát szép a fa, meg minden, meg... Jó, hogy lehet mászkálni szabadon a világba. Nem lehet fát vágni akkor, ahogy Minecraftnál vagyunk? Nem, jó. Na szóval mi itt a lényeg? Mit kell, valamit meg kell találni? Vagy csak simán mászkálsz és örvendezel a világon?
Talán lehet ennek a világnak vége. Ja, ott egy óceán, gondolom. Nem innen kezdtem, tehát remélem nem mentem egy nagy kört. Tudjátok mit? Hadd kövessek egy utat. Ajaj, naplemente van, éjszaka vajon jönnek a zombik? Az kicsit feldobna a játékot, az biztos. Csak nem. Lehet, hogy akkor ezek életre kelnek, amiket én itt néztem. Az mekkora durva lenne. Ott is egy Mordor, tele van Mordorról a hely. Azt a Isengard. Igazából ezt úgy hívják. Ezt nem tudom, mi akar lenni. A hatalmas fa, amiben belecsapott a villám, és csak ennyi maradt belőle? Olyan békés itt. Jó, hát ez nagyon elvezetes. Ez itt egy út. Kövessük már. Kövessünk egy utat, kíváncsi vagyok. Ott voltam az előbb. Igen. Akkor most eljövök erre. Szóval kövessünk egy utat. Például ez itt szerintem egy út. És akkor nézzük, hova viszel minket. Lehet, hogy van valami treasure chest a végén. Azzal a felirattal, hogy gratulálok, te megtaláltad azt, amit eddig még soha senki. A jutalmat 10 millió dollár. Valószínű, hogy ez fog történni. Oké, arra megy, látom. A naplementébe sétálgatunk, tök nyugis minden. Nem jönnek a creeperek. Remélem. Legalábbis virágok is vannak, legalábbis szerintem ezek a kis pöttyök a földön virágok. Most már 6 perce játszom ezt. És tulajdonképpen mi is ez? Nagy elágazás, utelágazozsához érkeztünk. Jöjjünk erre, jobbra. Erre még nem voltam, csak azért. Ez most komoly, ez itt egy háromszög? Na mindegy. Szóval menjünk erre. Ott is egy elágazás, de én... Az ott egy ház? Pont jó, mert éjszaka... What the fuck did I just... Ja, az egy bagoly? Lord, egy bagoly. Már megijedtem, hogy hát, ha tényleg van valami szörnyeteg, ami előbb bemenek kell menekülni ebbe a kis parasztházba itt. De nem. Csirkék! Lord! Zene van, amikor futnak. Ez vicces volt. Na, be lehet jönni ebbe a kis parasztházba itt? Már is, ha néni elmenekültek a csirkék. Hú, csoda, magas felbontású ajtó. Jó, hát valószínűleg ez itt egy semmi. Viszont tök jó kilátás van innen a tengerre. Ja. Jó van. Szóval ide vezet az út. A egyházhoz. Oké. Én itt egy sírkő. Milyen szél. Fúj a szél. Lol. Jó, nagyon kreatív meg minden, csak mit lehet itt csinálni? Csak ennyi, hogy mászkálsz? Már akkor ez a videó nem lesz túl hosszú, hogyha ez csak ennyiből áll. Ott is egy ilyen, ja nem, az csak egy fatörzs, azt hittem valami gonosz. Hogy beképzelek magamnak izgalmas dolgokat ide. Csillagok meg minden. Tök jó, mozog az ég? Ja, kering, tök jó. Meg van csinálva, tök jóra. Kék világok is vannak már. Na most itt mi a lényeg? Mert itt fák vannak, kék fák. Meg sírkövek. Hát igen, ezt nem tudom, hogy itt mit lehet csinálni. Aztán. Hullatja a levelét. És ennyi, elértük az óceánt. Hát ez jó. És hogyha én itt megyek egy darabig, akkor történni fog valami? Nem hiszem. Viszont innen meg rá lehet látni az egészre. Na most hát nem tudom ennek mi az értelme, viszont én ezt a videót én itt befejezem, mert ennek a játéknak nem sok értelmét látom. Lehet, hogy csak én vagyok... Azért hallottam ilyen pla? Ez mi volt? What? Piu! Piu! Mik ezek? Pixi? Azta. Well... Oké. Megint fúj az el. Szóval nagyon szép meg minden, csak nem tudom mit lehet itt csinálni. Hát csak én vagyok a hülye amúgy, és nem jövök rá igazából, hogy itt mit lehet. Mert ugye előfordult már ilyen, hogy én nem értek egy játékhoz elég sokszor. Szóval... Én nem tudom, írjátok meg, hogyha nem veszek észre valamit.
De szerintem ugye ennek nem sok értelme van, hogy itt csak járkálsz. Jó, nagyon jó, hogy változik a zene meg minden, de most erre egy játékot alapozni csak így nem lehet. Na jó van, írjátok meg kommentbe, ha szeretnétek még ilyen let's play-eket látni, ilyen random játékokról let's play-eket. És akkor mit csinálok? Szívesen még, mert ezeket élvezem én is, hogy olyan játékokhoz nyúlok hozzá, amiket még nem is láttam soha. Szóval ja, mindenféleképp tudassatok, ha szeretnétek még ilyen random játékokat. És köszönöm a figyelmet, sziasztok!